A mai napon, április 16-án a holokausz magyarországi áldozataira emlékezünk. Ebben a videóban többet tudhattok meg a magyarországi zsidók helyzetéről a II. világháborúban. Ha szeretnél velünk emlékezni, tarts velem! Miután Németországban 1933-ban hatalomra került az Adolf Hitler vezette Nemzetszocialista Német Munkáspárt, rögtön megkezdődött az irányított népírtás, mely érintette a zsidóvallásúakat, az orosz-lengyel és cigány nemzetiségűeket, valamint még a fogyatékosokat, homoszexuálisokat és más gondolkodásúakat is. Az áldozatok számát valahova 9 és 11 millió közé becsülik a hozzáértők. A magyar királyság továbbiakban Magyarország, bár a háború kitörésekor még független állam volt, a háború előrehaladtával egyre inkább kezdett húzni a tengeri hatalmak felé. Az első zsidó törvényt Magyarországon 1938 végén hozták meg, melyel Magyarországon is megszűnt az állampolgárok jogegyenlősége. Magyarországon az 1941-es népszámláláskor mintegy 800 ezer zsidó vallású élt, ebből mintegy 480 ezer a mai Magyarország területén. 1939-ben hozták meg Magyarországon a második zsidó törvényt, mely kimondta, hogy az számít zsidónak, aki vagy maga, vagy egy szülője, vagy két nagyszülője az izraelita felekezett tagja. Ez a törvényrendelet szabályozta a zsidók foglalkoztathatóságát is. A harmadik, 1941-ben törvénybe lépett zsidó törvény megtiltja egy zsidó és egy nem zsidó között létrejövő házasságot. Az 1939 és 41 között Magyarországra menekülő mintegy 10-20 ezer zsidót a magyar bárdosi kormány kezdte Kárpátaljára deportálni, ahonnan később körös mezőre szállítottak mintegy 18 ezer zsidót. Innen később Kaminesz Podolszki város körzetébe szállították őket, ahol Friedrich Jekyllen SS Obergruppen főre parancsára 1941. augusztus 17 és 18-án legépuskáztak mintegy 15 ezer zsidót. A magyar hadseregben a zsidóvallásúak úgynevezett munkaszolgálatot hajtottak végre, melyek keretében fegyvertelenül végeztek el kemény fizikai munkát. Veszteségük nagyjából megegyezett a honvédség veszteségeivel, viszont az ők veszteségeinek nagy része az embertelen bánásmód, az éheztetés, a halára dolgoztatás következménye volt. Munkaszolgálat közben hunytak el például Örkény István és Rejtő Jenő írók. 1944. március 19-én Magyarországot megszállták a német csapatok, akiknek többek között fontos célja volt a magyarországi zsidókérdés végső megoldása. A megszállást követő napokon a német SS csapatok hajtóvadászatot indítottak további zsidók keresésére. Később a magyarországi zsidók jogait már több mint száz rendeletben korlátozták, többek között elkobozták gépkocsiaikat, és megtiltották, hogy keresztényekkel járjanak szórakozó helyekre. Magyarországon tíz gettót hoztak létre a nagyvárosokban, ahová fokozatosan bezárták a legtöbb zsidót a magyar csendőrök és a német eszesz alakulatok. Az első szerelvény 1944. április 28-án indult el Kistartsáról Auschwitz-Birkenauba 1800 zsidóval a marhavagonokban. A szerelvény május 2-án érkezett meg. Később Adolf Eichmann parancsára 1944. május 15-e és július 8-a -e között megkezdődött a holokausz legnagyobb deportálása, melynek keretén belül mintegy 435 ezer zsidót deportáltak Magyarországról, 10-15 ezer kivételével mindet auschwitz birkenau -ba. Miután Magyarországon megtörtént a nyilas hatalom még további mintegy 50 ezer zsidó került deportálásra Auschwitzba. Budapesten úgynevezett csillagos házakat hoztak létre, ahová zsidó családokat telepítettek. 1944. november 6-án indultak meg az úgynevezett halálmenetek, melynek keretén belül az egyre jobban visszaszoruló német csapatok mögött a zsidókat nyugat felé indították. Egy ilyen halálmenetnek esett áldozatául Radnóti Miklós költő is Győr közelében. A holokausz magyarországi áldozatainak számát így valahová 4 és 500 ezer közé tehetjük. Az SS, a nyilasok, a gestapó és a magyar csendőrség brutalitását soha nem fogjuk elfeledni. Ezért is emlékezünk ma április 16-án a holokausz magyarországi áldozataira.